Sziasztok, én Balázs vagyok, és ebben a videóban ezt az iFlow Happy-t fogjuk megkóstolni. Először is köszönjük szépen a Restore Electronic Kft-nek ezt a szuper kis GoPro-t a fejpánttal együtt. És hát akkor ez egy teszt videó lesz, amiben ezt az iFlow fogjuk megkóstolni. Izgulunk, mert nagyon sokat kerestük, hogy ezt megtaláljuk. Úgyhogy el is kezdem meginni ezt a cuccot. Amit nem tudom, hogy milyen cucc. Le is veszem a tetejét. És ezt nem hiszem el. Ilyen sárga szirup. Sárga dinnye. Ez tény. Mondok nektek valamit. Ez narancs. Ez nagyon narancs. Hát akkor én megkóstolom. Keserű amúgy, de lehet érezni benne a narancsos ízt. És szirupos, nagyon. Tehát, hogyha kiöntöd magadra, sosem fog lejönni. Akkor beleiszol, akkor semmi. Akkor azt hiszed, hogy ez egy nagyon kár szar. Utána, amikor az utóízét érzed, mintha egy narancsot ettél volna meg, vagy ittál volna meg, nem tudom, de nagyon finom. Nagyon finom. Következzen Tóth Benedek kipróbálása, és hát akkor... Ja. Sziasztok! Sziasztok, én Benedek vagyok az AV videózban, és akkor most próbáljuk ki az iFlow Happy-t, amit már Balázs előttem kipróbált. De nem tudom, milyen hatása lesz, szóval... De azt mondják, hogy bizselgető, meg ilyen jóked, meg a mosolyt nem lehet letörölni az arcról. Hát, remélem ezt a hatást fogja belőlem is kihozni. Nagyon remélem. iFlow Happy, gyerekek. Egészségetekre. Azt kell mondjam, hogy soha nem ittam még ilyen rossz ízű innivalót. Remélem ugyanazt fogja kihozni, mert amúgy az energiaitalokra meg ezekre nagyon immunis vagyok. Például a Red Bull, fáradt leszek tőle. És komolyan, és szóval... Szurkolok. Sziasztok! Na sziasztok, itt vagyunk, és az iFlow Happy hatását szeretnénk elmondani. Zsibbad a kezem, és nagyon biztos a hátam. És a penyémet elég érzem már. Feldobja az embert, amúgy derültök, mert engem nem nagyon dob fel, de amúgy meg érzem a kezem, ahogy zsibbad is. Hát amúgy nem túl jó érzés. Meg amúgy nekem az volt fura benne, hogy láttam egy videót, amiben isznak, és felrázak meg iszak, ennyi a videóban, de közben mi meg úgy ittuk, hogy kirázott a gyere, mert nagyon keserű volt, mert narancsos íze volt a gyere. Sziasztok!